Rácok. Ö, sziasztok! Van itt valaki? Elnézést! Ide kellett jönnöm, nem? Ó, rossz csatorna? Rosszat intítottam el? Hello? Hello? Ez már az? E ez már az? Elnézést? Nem tudom. Why don't appear in the chat? Úristen, valaki vajon meg fog jelenni a mai stream... Nincs itt senki. Hm. Nem jön most senki streamre. Tudjátok, milyen nehéz egyedül beszélgetni? Hello! <coughs> Gyertek streamre! Hihetetlen, hihetetlen. Korra reggel senki nem jelenik meg. Nézd meg, én elindítom a streamet. Elindítom a streamet. Erre basznak jönni. Hát szép. Hát szép, egyik se jelenik meg. Se moderátor, se szább, se nem szab. <laughs> Viccelek, sziasztok, srácok, jó reggelt. E, jó reggelt. Mik ezek a hangok? Ezek? Próbálok életben maradni. Kurva. Nem tudom. Nem, nem. Fú, szét vagyok esőre. Amúgy vicc. Kora reggel, kérem? Hát, nekem kora reggel. Pardon. Pardon. Multi, köszönöm szépen az hogy iratkozás Cicának, Mr. Catnek! Köszi szépen! Feldagadt a szám. Így nem tudok mosolyogni. Teljes mértékben fel van a szám egy pattanás miatt. És azért nem tudok mosolyogni, úgyhogy nézzétek el a papufámat. <laughs> ez, 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 ez így a mosolygás. Ez már az. <laughs> Most ér a statisztika de sem vagyok bejárni, mert egy csomó plusz pont Ö, hát a statisztikára kéne mennem, én sem mosolyognék. De akkor nem azért, mert, mert nem bírok. Hanem azért, mert nem lehet. Nincs oka az életben a dologra, a mosolygásra. Köszi szépen, Multi, az ajándékot. Köszi szépen, Ketnek a az első hónapját. Nice! Nézzek, ilyen kis aranyos lámucia lett. Annyira cukik ezek az új lámucik, nagyon tetszenek egyébként. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de, de engem megvásárolt kilóra. Jó, én csináltam. Lehet. Én csináltam. Lehet. Megvásárolt attól függetlenül kilóra? Na, ne. Nah. <laughs> Mi a helyzet, hogy aludtam? Nem tudom, hogy aludtam. több fasságokat álmodtam, amikre nem igazán emlékszem olyan fasságokat elmondtam, amikre nem emlékszem konkrétan. Szóval, hagyjuk. <laughs> Szia, Kivi! Igen, új szabbecs! Nézd meg, hogy a tiéd ilyen kis előkelő. Nézd meg ezt a kis izéjét a nyakával. <laughs> Csokor nyakendőt. Szia, Yamamoto! Hello, hello! Te nevedről még mindig orocsi jut eszembe. Yamamoto Orochi, a folyó szelleme. Szóval, ja. Yeah. Reggel így néztem valakinek egy videóját, hogy hogy fú, még ha nincs oda összefoglaló videó, és hogy fú, mit csinált ő eddig. Nyilván neveket nem mondok. És nézem alatta a kommenteket. Egy negatív kommentet láttam, következő pillanatban már nem láttam. Ti mit szóltok ahhoz, amikor valaki törölgeti a negatív kommenteket a, a posztjai alatt? Jó, nem ilyenre gondolok, hogy bazd meg magad meg pornó linkek, mint amik nálam voltak. De ti mit szóltok alapvetően ahhoz, hogyha valaki a negatív kommenteket folyamatosan törli, és csak a pozitív felszopó dolgokat hagyja ott? Tis Júz, a streamer megvette magát kilóra. Egyéb híreink az egyik moderátor itt is megvásárolt a kilóra, ez az! Ez az. Erről van szó, van. Ennyi. Pornolink hol? Hát David, volt -e egy bolt, ami folyamatosan pornolinkeket küldött be az én alá. <laughs> az összes YouTube videóm alá kész volt. Szia, Daniel! Mm, maga a streamer... Igen, igen, maga a streamer törölget, vagy a YouTube, bocsánat, YouTuber a saját csatornáján törölgette a negatív kommenteket. De erről már amúgy egyébként is hallottam beszélgetéseket, hogy valaki stream közben is minden negatív kritikát, ami, ami kritika, jól megfogalmazott, negatív dolog, azt kitörli, és nem hajlandó rá válaszolni. Szerintetek ez azért van, mert nem bírja a negatív visszajelzéseket, vagy azért, mert, mert, mert egyszerűen csak nem akarja hallani. De amúgy a negatív nélkül sosem fejlődhetünk, nem? Szóval, anélkül, hogy megkapnánk a negatív oldalát a dolgoknak, szerintem, anélkül nincs fejlődés. A pozitív kritika csak elvisz egy olyan irányba, hogy minden tökéletes, és azt hiszed, hogy te mindenben milyen jó vagy. Próbálja megtartani a pozitivitást, és igen, nem bírja a negatív kritikát visszajelzés, de meg lehet, meg lehet tartani attól a, a pozitív hangulatot, hogy ö, tényleg egy kritikát kapsz, mert a kritika alapból nem negatív szerintem. Hogyha valaki rendesen meg tud fogalmazni egy dolgot, azzal kapcsolatban, hogy mi nem stimmel, az nem lehet negatív, nem? Így, Dávid, igen. Igen, nem az anyjába küldel, hanem megmondja, hogy hát figyelj, ez is ez van. Ugye, alapvetően egy kritikának több része van. Az első része az, hogy elmondod, hogy mi a probléma. A második része az, hogy esetleges megoldást javasolsz. Így az egész ebben tevődik össze, mert az, hogy oda teszed, hogy no offense, de szar vagy, az ugye, az nem kritika. Az nem kritika. A kritikának van egy előre mozdító része. Igen, igen, nem feltétlenül negatív. És olyat is láttam, hogy, hogy ő rendes kritikát megfogalmazott, és törölve lett. Törölve lett. De nekem ez furcsa volt egyébként a lényeg a kritikában, hogy tartalmazzon valami konstruktívat. Jaj, de szépen mondta én is így akartam, csak nem jutott eszembe a szó. És nem akartam megint gyermeki szekér hasonlattal élni. Szia, Krisz! Hello, hello! Szia, kicsi Bigló! Szia, szia! sok munkája van ott a komment -szexió. Sze szexió. Főleg a komment szexió szia Dorka, hello, hello. Semmi gond, semmi gond. Teljesen magamnál vagyok. Nem probléma. Szóval ti mit szóltok az olyanokhoz, akik nem bírják elviselni a Nem negatív, nem bírják elviselni a kritikát. Illetve ti szívesen olvastok olyan dolgokat, ahol csak mondjuk csak a vak pozitivitás van. Ami, ami, tényleg csak a, a vak pozitivitás, anélkül, hogy megfogalmaznánk a saját véleményünket. Nem baj, de így nehezen fogja fejleszteni magát. Aha. Aki nem bírja, hogy bacogatják, ne álljon ki a sarokra. Lol! Szép hasonlat! <laughs> <laughs> Oké! Okay. Amúgy, amúgy, true. Én most nem arról beszélek, hogy, hogy öö, le ezekkel az emberekkel egyáltalán nem ne essék félreértés. Kritikát biztos meghallgatnám, de a fröccsögést nem, aha. Hogy inkább a kritika, mint a fröccsögés. Már én is megkaptam ezt egyébként, hogy nálam is csak a felszopás megy, és, és nekem sem mer senki megmondani semmi negatívat. Hát ez kurvára nem így van. Az, hogy a cseten nincs megmondva nekem, attól én még megkapom. Volt már olyan, hogy elsírtam magam rajta, úgyhogy, úgyhogy nyugi. Én, én azért kapok hideget, meleget főleg moderátoroktól. <laughs> főleg hideget. Szóval, de tök jogos volt a dolog, de egyszer szóval úgy megkaptam, hogy el is sírtam magam tőle, úgyhogy ne aggódjatok. Mondjuk az azért volt inkább, mert az letámadás volt. Szóval, amikor egy ember elmondja az ő véleményét, és én arra reagálhatok, az rendben van. De amikor három ember kezdi el mondani, hogy én mekkora szar vagyok, akkor lehet, hogy az már egy kicsit túl telítődik. Úgyhogy, aki nem is negatív kritikát, ott probléma van. Nem, a kritika nem negatív. Ezt az előbb beszéltük meg. A letámadással van a gond. Sőt, az előadási stílussal van a gond néha. kritika az elfogadott, viszont én is tennék fel egy kérdést. Hol lehet olyan nagy ivósbödönt szerezni? Az interneten. Rákeresel a 3,8 literes kulacsokra. <laughs> És egész sok van egyébként belőle. Én is letámadnak. Jaj, ne, Megsza! Jaj, csak azt ne! Köszi szépen! Szia, Megsza! Szia, Montez! Hello, hello! Szia, Ligátor! Úgyhogy... Úgyhogy... Úgyhogy én is kapok sok negatívat, nehogy azt higgyétek, hogy, hogy ez itt a pozitív árbóc És ennek ellenére próbálok pozitív maradni egyébként. Szia Miss Green, hello Ragdon, hello, hello srácok, szia Hajdú. Most egy gyártanod kéne a saját kulacsot. Hát ez sajnos nem így működik, bár nagyon adnék egy, egy, egy hatalmas donnás kulacsot. Ami rá van írva, hogy tanya, tanya. Én kávéval támad... Oh, oh, jaj, ne! Jaj, ne! Kávét kell innom, micsoda borzalmak. Mhm, uh -huh. ok. <t> Danacs, ó, oh, ez, ez borzalmasan hangzik, ez úgy hangzik, mint valami lápi szörnyeteg. Általánosítva azt tapasztalom, hogy sokaknak fogalma nincs, mi a különbség a kritika és a is közt, ugyanígy nem tudják, mi a különbség a vita és a veszekedés közt. Előbbi mindig előrébb visz és épít. Ez így van, én nagyon szeretek egyébként vitázni, hogyha találok rá egy értelmes társaságot, akkor a viták azok nagyon érdekes dolgok lehetnek, és iszonyú fejlesztőek. Tedd a kezed a monitorra! <laughs> szóval, igen, én, én nagyon szeretek egyébként vitázni, csak... Ö, igen, láttam, láttam, Dadi, köszi! Láttam! Igen, az az teljes mértékben... KÁVÉ! Az teljes mértékben én vagyok, amikor megkérdezték a kórházban, és mennyi kávét fogyasz naponta? Írhatom, hogy egyet! Mondom... Legyen inkább három! <laughs> Ez, <laughs> legyen inkább három alsó hangon, de azt már nem akartam mondani, mondom, elküldödök a picsába, hogy így a kevesebbet. <laughs> Rasi, köszi szépen a csírt, hellóka. Hello, hello. Szia, Gabi. Úgyhogy, ja. Ö, képzeljétek el, tegnap este tudatosult bennem, hogy, hogy mennyire elveszítem egy álmomat amit mindig meg akartam tenni. Cimib, nagyon szépen köszönöm a harmadik hónap feliratkozást! Köszi szépen! Három hónapot! Új lámáskát kaptál! Köszi szépen! Sok ember nem tudja, mi a vita és a veszekedés közti különbség. A vitákban én nem szeretek mm, belemenni. Nem, te a veszekedésekben nem szeretsz belemenni, látod? Nem tudod a különbséget. Mert valami magára tud venni az ember, és abból nem vita lesz, hanem veszekedésbe megy át, magára veszi az ember a dolgot, közben nem róla van szó. Egyszer-kétszer volt ilyen, mert amikor félreérthető voltam vita közben. De az, az már nem tud vitázni, aki, aki, magára vesz belőle dolgokat, és megsértődik rajta. Az már nem vita. Pont ez az. Rasi, köszi szépen az újabb csír. Nagyon szépen köszönöm. Szia, húsgap! Hello, hello! Szóval az már megint más. Mert Egyébként vitezési beszélgetést is tanítani kéne, de nem tanítják, így alakulnak ki, a mindenki tudja. Amúgy tényleg szóval a tanulás módszertan óra helyett, ami semmire nem volt jó középiskolában, simán tarthattak volna valamilyen vitaszakkört. Például Amerikában annyiféle szakkör létezik, és annyiféle szakkört csinálnak, mint például a vitaszakkör. Ez egy annyira, annyira informatív és érdekes dolog hogy tudja, hogy részt vettem volna valami vita szakkörőn. Csak az a baj, hogy sokszor a politikáról van szó az ilyen vita Ugye nekik vannak is ilyen nagy, ö, nagy vita országos, megyei, találkozói, mit tudom én, hogy mi a lófasz. És általában ez ilyen politikai dolog, és mindenki külön országokat képvisel ebben a, ebben a fajta vitás tudban. Úgyhogy ez, ez, tök érdekes is. Ez például egy, egy, nagyon, nagyon pozitív dolog szerintem. Filmről vitatkozhatunk, te azt mondod legjobb, én meg azt, hogy legrosszabb, amit valaha láttam, és ez átmegy át, veszekedés. Az nem vita, hogy ha én azt mondom, hogy ez legjobb, te meg azt mondod, hogy legrosszabb. Pont ez az, hogy ez nem vita. Ez már alapból veszekedés. A vitában érvekkel támasztod alá a mondani valódat. És megpróbálsz ezzel az érvel meggyőzni másokat? Ha érvet nélkül köpköt, az nem vita, így, milyen. Itt a nyilvános beszéd retorika és a dialektika, mint vitakultúra kiletvéve a kötelező tantárgyakból, azóta nem tud nagyon vitázni senki. Ö, ja, körülbelül. Azért több az amerikai kormány, mert. Make America Great again. Még a nyalást is oktatják, nem hiába vannak előrébb. <laughs> Szia, David! Helló, Nyalást is oktatják, azt mondod? Nyilván nincs, nincs belelátásunk az amerikai oktatási rendszerbe. Azt tudjuk, hogy a milyen egy kicsit durvább, de szerintem létfontosságú dolgokat hagynak ki ebből az egészből. Szóval létfontosságú dolgokat ö, hagynak ki az oktatásból, ami ami inkább gyakorlatias tudás, mint sem lexikális. És ezzel most nem Eurikát dicsértem, csak ugye ott tudom, hogy vannak ezek a vita és ezek a, a vita cuccok. Szóval ezért. Hogy választási vita, mi is, mert ott csak oké, de Jó, ott az, az, egy, az egy álnév arra, amit művelnek. Kritikus gondolkodás elsajátítását. Fú, én elég kritikus vagyok. Nekem azt nem kellett tanítani. <laughs> Nekem azt nem kellett tanítani, hogy kritikus legyek. De az a baj, hogy én is olyan vagyok egyébként, hogy, hogy inkább kihátrálok egy, egy konfliktus helyzetből. Szóval vitázni szeretek, de a konfliktus helyzetekből egy <laughs> Out. Macskát kéne sajtolni. Hajrá. Oké. Okay. Szóval, ja, mint például az ilyen gyakorlatilag tudások, amiket oktathatnának, azok a csekkbefizetések, bitch, please. Akkor mm, nekünk voltak érdekes dolgok, nekünk minden postai dolgot megtanítottak. Tudom, nagyon híj, mondom a posta szót, semmi gond. Szóval minden postai dolgot megtanítottak, és hogy mivel milyen leveleket adsz fel, hogyan adóbevallást megtanítottak kitölteni, ez középiskolában is, ez egy nagyon-nagyon ez hasznos tudás szerintem, mert ö, hülye postaról. Amúgy ah, true. hát, true, hogy hülye posta, de akkor is. Geri, nagyon szépen köszönöm az ötödik hónap feliratkozást. Posta, tudom, hogy hosszú óval mondom, már nagyon sokan mondták, hogy hosszú óval mondom, de egyszerűen nem tudom rövid óval mondani a postát. Posta. Körülbelül sok S betű lesz Frank benne. Gyeri, köszi szépen az ötödik hónap feliratkozást. Cseket már lehet telünk QR kóddal fizetni. Amúgy én is mindent úgy fizetek, szóval mindent online fizetek. Bemenni? Bemenni a postára? Bitch please, no way. Ezeket nekem anyám mutatta meg, amikor valamit fel kellett adni a postán. Posta! Dekem nem. Nekem az iskolában tanították meg, az iskolában tanították meg, hogy hogyan kell ezeket megcsinálni, hogyan kell ö, feladni a... majd hogyan kell adóbevallást kitölteni. Szia, Gab! Elaludtad magad? Most miért mondod a hajam miatt? Este száradt meg. Rasi, köszi szépen a csírt. Ö, valaki csíret egy kávét. <laughs> Kávé delivery. Én most már buszjegyet is csak telúról használok. Én is egyébként. Én is egyébként. Már is jobban. Amúgy, amúgy valahogy mindig 69%-osra sikerül az a hypeonat elindítás múltén, mert nagyon sokszor észrevettem, hogy az olyan 69%, bitch, please. <laughs> Persze, mert lehet úgy viccelni, blicce, blicce, nem viccelni. Nagyon szépen köszönöm, Ló, az ajándék Ádám számára. Köszi szépen, meg is lett az egyes szintű hypeonám. Hát úgy nézel ki, mint aki 5 perce kelt, nem mintha baj lenne. Fel van dagadva a szám. Egy Ha fel van, van dagadva a szám, és így nem nagyon tudok beszélni sem. Dávid, nagyon szépen köszönöm a csírt. Reggel van még pötyögni. Ennyi, mondtam én, hogy kora reggel van. Ennyi. Gab. Nem tudom, mit akartam mondani. Na mindegy. A hangsúly az ón van. Helyesen posta, nem pedig posta. <laughs> <laughs> semmi baj, Gab, semmi baj. Miután felszálltam, ha nem tudod aktiválni jegyedet, de igen. Peste lehet. <laughs> Peste lehet aktiválni utána is a jegyedet, miután felszálltál. Azon gondolkodtam, hogy át kéne pakolnom a setupomat. Jaj, no, de nem tudom. Nem tudom. Sok mindent kéne csinálnom például. Valaki, valaki, ért a falazáshoz. Tud nekem egy falazás gyors talpalót? Ha veszek két itong téglát, és félbe, ugye a fűrészel tökéletesen lehet itongot szétszedni, és fűrészsel szétfűrészelem az itongot, akkor ha veszek ilyen, va, van mini gyors beton, nem? Vagy nem gyors beton, hanem gyors kötésű cement. Vagy valami. Cementtel kell téglát tapasztani, nem? Ja, olyan fajta falazás, a szó szerinti köműves falazás. Gipszet vegyek? Gipszel jobb? Tudod ragasztani is. Falazó habarcs. Falazó Köszi a teszia. Könnyen, gyorsan, kö... malter. Maltert nem fogok csinálni. A gipsz az jól hangzik, mert azt, azt tudom, hogy az viszonylag gyorsan össze lehet keverni. Inkább mit akarsz csinálni, ahhoz kell eljárást választani. Amikor le szedve a konvektorok, akkor két lyuk, két lyuk fog itt maradni, és az a falazás valószínűleg rám vár. Arra gondoltam, hogy kívülre, kívülre ragasztok be izével, öö, mi a faszommal? Csuklottam, aztán jöttem lól. <laughs> mi a faszom az? Hab. Az a hab. Mi az a habcúc? A dagadó habcuc, Purhab, köszönöm. Szóval purhabbal körbenyomok egy kis külső fa, ö, szigetelést, házszigetelést, azt kinyomom kívülre, mert vastag a fal. Aztán arra gondoltam, hogy... Hát, az dagadó habcuc minyol. Lényegében azt csinálja, nem? Aztán arra gondoltam, hogy akkor gipszel rakok be itongot oda a kettő közé, azt körbenyomom, ö, gipszel beragasztom, körbenyomom még egy kis púrhabbal, aztán ö, be betucozom, nem mit eszembe a, a neve, az van otthon, nem glett, nem glettre gondoltam, nem glettre gondoltam, hanem, hanem még előtte, izé, nem, nem festék, előtte még van, Előtte még befalazom, rendesen, szépen, felhúzom. Keressen köművel, vakulok, köszönöm. A vakulásra gondoltam. Vakolás vakulás reag lett. Csináltam már, vakoltam is, meg letteltem is már. Egészen ügyes vagyok benne egyébként. Szóval. <laughs> Minek jó az ajuk legalább macskat, nincs macska. Szóval vakoltam is, meg letteltem is már. Anyunál is én letteltem ki a konyhát egy csomó helyen, mert úgy hagyták neki a mesteremberek, hogy Lukas maradt a fal, és egy csomó helyen ingleteltem ki nála. Úgyhogy, úgyhogy megcsinálom, tök fán. Szeretnétek nézni? Halljátok, mekkorát adna egy falazó stream, amúgy. Csak mondom. Hol láttatok már, hol láttatok izé másodikon falazó streamet? Néznétek, az a baj, hogy a, az Itongot tudja, hogy kint fogom fűrészelni a lépcsőházba. Nincs, nincs az az Isten, hogy én azt ittben csináljam. Igen, az meg kell csinálnod. Most komolyan, melyik másik streamernél lettetek ilyet? Ki ez a köműves streamer? Vigyék ki kamerát. Van két kamerám végül is amúgy. Köszi srácok a hype-olatot. Jaj. Nikéllel jobban járnál, mi a földekkel jobb a szigetelés. Egy 15 cent is, nem tudom, hogy milyen anyagból készül. Anyunak van szerszáma, tudok mindent hozni, ne aggódj. <laughs> Szia, mert hello, hello. Nikecel. szerintem Nikecel, -le. Nikecel szigetelésük van. Azért gondoltam, hogy Nikecel szigetelés megy kívülre. Miért veszem ki a konvektort? Azért, mert fűtéskorszerűsítést fogok itt művelni a következő pár héten belül ezért, ezért kerül le a konvektor. Szóval, és a konvektoroknak, bocsi, már megvan a helyes rácok, már nem eladóak a konvektoraim, ne haragudjatok. Tudom, itt valaki le akarta már bizniszelni velem a dolgot, de az remek pár hét lesz. Ja, nem, nagyon egyszerű, elektromos fűtés kerül be, szóval nem fog nagy porral járni a dolog, csak a izinek a kivétele lesz szar. A konvektor meg a meg hogy levágják nekem a csövet. Szóval lecsonkozzák nekem a csöveket. Egy jó hó lesz majd Anna mögött. Nem, csak egy, egy vékony elektromos fűtőlap. maradék falazó anyagot megvenném. <laughs> Anyunak van otthon egy csomó minden. Majd, majd, onnan fogok lenyúlni egyébként dolgokat szerintem. Egy, egy tégla az elég lesz. Rakadnának a helyére egy kis kandallót. Ja. A 37 négyzetméteres lakásba kandalló. Nyilván. Teljesen megéri. <laughs> Te teljesen megéri. 37 négyzetméterre fullosan megéri srácok a kandalló, nem? Amit felsoroltál pár ezer forint is. És ha anyunak van, akkor ingyen van, nem? <laughs> Ellenőrizt, hogy a hálózat bírja, majd igen, Genesis, a hálózat bírja, azért mert én újítottam fel a hálózatot, amikor ide költöztem két éve. Ö, én újítottam fel a hálózatot, és annak bírnia kell. Teljes elektromos hálózatcsere volt, ö, fázisbővítés volt, átkerült hitelesítetre a villanyórám ki a lépcsőházba, úgyhogy én azt mind megcsináltattam, úgyhogy bírnia kell. Nem vagyok villanyszerelő, csak utána néztem a dolgoknak. Azt tudtátok, hogyha egy, egy fázison 1.32-es áramerősség az elérhető ingyenesen, vagyis 7200 forintért, hogyha hitelesített a, a villanyórátok. Szóval akkor 7200 forintért kötelesek nektek 1.32-esre kicserélni a fázist 1.16-ról. Mert ugye ezekben a régi. Világszerelő vagy? Én kurvára nem értek ezekhez, csak utána néztem. Mindennek utána nézek. Próbálkozom vele, hogy ne basszanak át teljesen. Mivel ugye kislánynak nézek ki, ezért, ezért mindenhez úgy állok hozzá, hogy először utána nézek. Utána, utána meg megpróbálom felfogni a dolgot. Igen, azt tudom, hogy egy fázis 32 amper az ingyen van, azért én azt meg is csináltattam akkor meg kicseréltettem az összes belső kábelt, de egyébként előtte meg 5 éve volt cserélve, csak én nagyobb kapacitisre cseréltettem őket, úgyhogy. Ekkor a helyre az infrapanel, és nem is sok, hiszen plafon is el van, plafonon is el van. Ö, nem szeretnék infrapanel fűtést, igen, tudom, hogy miről beszélsz, de nem szeretném megcsináltatni, azért, mivel több beázás is volt a lakásban már, ezért nem szeretném tönkretetetni a dolgokat. Kapacici meg így van multi. Mi, mi minden is. Szóval nagyon félek tőle, hogy legközelebb is megeshetnek a beázások, és nem szeretném, hogy ebben menjen tönkre. Úgyhogy ez az azért, azért nem opció. Itt például ez a fa, ami előttem van, ez másfél évvel ezelőtt, háromszor ázott be, kiverték a, a lépcsőház és eszközött a szoba között a falat konkrétan, hogy hozzáférjenek a beázáshoz. Úgyhogy nem. Nem. Nem vagyok rá Kislánynak nézek ki közben, meg kezdő villanyszerelő. Én kezdő minden vagyok. Nem kell aggódni, én kezdő minden vagyok. Fűtendő hidegebb levegő lent van amúgy is. Hát ugye az infrapanel az nem is feltétlenül a levegőt bűti, hanem ha valahogy a hőérzetet ad. Fogalm sincs. Úristen, Norbi, egy év. Nagyon-nagyon Szép szépen köszönöm az egy évnyi feliratkozást. Köszi szépen. De hogy vagyok én profi semmiben? Kaptam megint melót. Szuper, minyon. A hajam az katasztrófa. A hajam az katasztrófa. Ilyen a hajam hajmosás után, hogyha a hagyom magától megszáradni. Szóval... Kurva sok hajam van, srácok! <laughs> Kurva sok hajam van! És az is össze-vissza, úgyhogy... Infrapanelkőből a tárgyakat fűti. Szóval én nem szeretnék infrapanelt. Ezt hagyjuk, nyugi. Nyugi, haj! Csillapodj! Nem lehet vele bírni. Erre már körözést kéne kiadni. Konvektor helyére megy majd a fűtőlem. Így van, így van, a konvektor helyére. Arra is gondoltam, hogy mögötte ilyen, tudjátok, vannak ezek a a fal v... fal belső szigetelő celofán lófaszok, és hogy azt rakok mögé, ragasztok fel. Amúgy azzal a tincsel tökre rúzs vagy az x men ugye? <laughs> hőtükör az, köszönöm. A hőlófasz. A ragasztható hőlófasz az a hőtükör nekem. Semmi gond. Semmi gond. Mindent átnevezek mostanában. nem eszembe a szavak. Na mindegy. A konyhámban eddig nem volt fűtés, úgyhogy ö, oda is fog felkerülni. Egy infrapanel mafia veszett el ebben a chatben. <laughs> infrapanel emelem mafia az hőlófasz. Hát ez a hőtükör a hőlófasz. De mindenki értette. Látjátok, mindig értitek, amit mondok, mert valaki leírja a chatre Hoztam nekem is semmi baj, a látod, megoldjuk. Látod, dekódolják. Amíg a chat tudja dekódolni, amit mondok, addig nincs gond. Hőlófasz. Hőlófasz, ördögi gyerekszekér. <laughs> Magyarok mindig ahhoz értünk, amire épp szükség van. Amúgy ez annyira trú. A la padlófűtést azt nem szeretem, megmondom őszintén. Egyik volt barátomnál padlófűtés volt, és amikor ment, akkor folyamatosan kibaszottú porszívózni kellett minden egyes kurva nap. Azért, mert a, a, padlófűtés az folyamatosan felnyomja a port. És ne adj Isten, egy kicsit porosabb környezetben nagyon durván tönkre teheti a tüdődet a padlófűtés. Kinek mi volt a leggázabb emelem megkeresése? A izések annak számítanak? A Jehova tanúi? <laughs> Mindent lehet is szervvel helyettesíteni, ezért jó a magyar. Teljesen, teljesen tökéletes. Itt az új holó, ő lófasz, tém, szerezze még ma, bombing ma ma. Oh, nem, mirok bele, hagyjuk. Eszed csináltam a tébuninak hálózatot, tiszta csillaghajó, annyi dugajzattal. A nemzeti operába is már osztam, de szerintem az nulla azokhoz képest. Gondolom a T-szobád is full t Amúgy nem, de vennem kell egy nagyobb elosztót, is, jí, posztolt egy, egy nagyon szexi elosztót, kibaszott szexi elosztót posztolt izére ö, Instagramra. Tudjátok, mások a izé, más csajok az izmos csávókat nézik Instagramon, én meg az elosztókat. <laughs> szóval én meg az elosztókat, semmi gond, és arra mondom, hogy szexi. Egy elosztó, hogy nézd meg hígistáját. Kibaszott szexi az elosztója. Jehova, igen, én ja, tehát <laughs> az volt a para, hogy egyszer jött, ö, jött hozzánk két Jehova tanulja, egy anya meg a gyereke, és kiderült, hogy a gyerek ugyanabban a súlyban jár, amelyikben én, és onnantól kezdve, amikor meglátott középiskolában mindig rám köszönt. Onnantól kezdve mindig rám köszönt. Én meg, na, a Jehovás. <laughs> az itt a barátok vagyunk. Miután bejöttek ezek a nagy viccek, ja, ki lehet! Szegény, is nem mentettem meg. Miután bejöttek ezek a nagy viccek a Jehova tanúival, tudjátok, mindenhol ez ment, hogy, hogy ő mondj nekik valami más, mondd, hogy te meg drogot árulsz, mit tudom, én utána egyszer bejátszottam. Suliból mentem hazafelé, és bejátszottam egyszer, hogy és te már hallották Tuluról? Urunkról, sötét megváltónkról, aki eljön és káoszba taszítja az egész világot. <laughs> Muszáj volt. Muszáj volt, akkoriban támadt fel a hatalmas Lovecraft imádatom. Fanka, nagyon szépen köszönöm a csírt! Te csokornyakendős kisláma. <laughs> szóval akkoriban, akkoriban támadt. Valahonnan a Lovecraft imádatom, és egyszerűen muszáj volt. Szóval annyira adta magát a dolog, hogy hogy na, akkor tulúzzunk. terjesszük Ktulúnak a hírét. Feljön a mélyből, Sziggonár is megesz, az nyaraló telep, <laughs> nyaraló telep. Annak az elosztónak már egy külön. Ugye, David, mi a ez az elosztó? mondtam, elnézést sátánista vagyok, és utána békén hagytak. Egyébként tudtátok, hogy nem is a sátánisták hisznek igazán sátánban, hanem ö, izében a, a, keresztények hisznek legjobban a sátánban és a létezésében. A sátánisták nem feltétlenül a sátán létezésében hisznek. És hogyha ezt folytatom, akkor én fogok a sátánistának tűnni a chat is, és én közülem, úgyhogy abba hagytam. Bátyám Lovecraftot olvasott, sírt álmában, egy hétig, jó kis író. Én nagyon szeretem Lovecraftot, nagyon szeretem Lovecraftot, és rengetegen tűrrel lopnak egyébként. Kérdést kell feltenni. Egy apa, egy anya és két fiú gyermek, hogy népesítette be a földet? Azt tudod, hogy több gyerekük volt, nem csak Káin és Ábel. Szóval ö, több gyerekük volt, csak ők már ö, nem olyan híresek, hogyha valaki nem túrja magát bele a Bibliába. Sweet Home Jeruzsálem. Nagyon nagy népszerűsítője és modernizálója a horror műfajnak Lovecraft. Ö, igen, csak ugye az a probléma, hogy mai szemmel, ami minden a horror, a pszichó, a minden, úgy már kevésbé jesztő Lovecraft. Túl nagy az általános tudásunk most már ezekkel a kapcsolatban is, annyira banálisá tették ezeket a horror elemeket, amiket Lovecraft annó úgy használt fel, hogy az tényleg félelmetes legyen, hogy, hogy most, már, most, már, nem annyira ijesztő maga Lovecraft műfaja. Sajnos a műfaj tették tönkre a banális dolgokkal szerintem. Isten köbe pár műre ember ölt meg, Lucifer hármat. Lucifer jó fej. <laughs> Csak fellázadt. A tinédzser korát éli. Úgy könnyű volt, hogy elméletben több száz évig éltek. Hát a leghosszabb, leghosszabb élettel rendelkező az Matuzsálem volt, ő 969 évet élt. Jól mondom? Azt hiszem valami, valami ilyet 969 körül. Manapság viszont nem tudják rendesen témába szedni a horror és thrillert. Nem, mert összekeverik a hentelést a horrorral. A horror nem a hentelésről szól. Na mindegy, nem is számít, nem megyek bele ezekbe a vitákban megcsinálják a filmeket, leadják a filmeket, mi meg benyaljuk őket. Úgyhogy ennyi. Ö, srácok, csütörtökön három órakor jön a Matrixnak a trélere. Az első tréler a Matrixból. A Matrix 4. Na, ez a horror. Ö, igen. A Matrix 4 tréler jön csütörtökön. Bezony. Ez a real horror. Belegondolni, hogy ez most jó nekünk, vagy nem jó nekünk, vagy jó nekünk, vagy nem jó nekünk. Lol, ez is real horror, 9-11 száb <laughs> vagy Vagyis szápont. Nem jött már ki egy, de az nem rendes trailer. Ez lesz az első rendes trailer. Nem érdekel, hogy 57 éves Kiano ő, akkor is kiánó, Nyilván, nyilván. Az a baj, a Matrix szó fél, szerintem mindenki fél tőle. Sziasztok, srácok! Szia! Gindella is, szia! Sajti! Hú. Hú. Jaj. Főleg, ha több ezer Smith támad egyszerre. Hollol! Hollol! Smith ügynök hollol! Gyorsan átfutottam, hogy Károli verzió nem szól egyébről. Egyéb gyerekekről, csak Káinról és Áberről, viszont nekik van feleségük honnan. Hát azért, mert közben, mit tudom én, nem, nem, vagyok bibliológus, jó? Nem biblisztikán <laughs> végeztem. Mi ez a biblisztika? Én nem tudom még, hogy várom-e a negyedik Matrix filmet, vagy sem, de majd, majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz belőle. Minden esetre egy nagyon érdekes koncepció, úgyhogy... Ja. Ja. Nekem nem tetszett a Matrix. Az Animatrix pár epizódja annál inkább. És miért raktálod egy Danna Hag emotot egy ilyen mondat után, hogy neked nem tetszett a Matrix? A Matrix akkor is tetszik, ha nem tetszik. Amikor, amikor gyerekként, általános iskolásként otthon maradhattam, mert beteg voltam, egész nap Matrix maraton tartottam, meg Star Wars -malaton. Nekem nem volt, hogy nem tetszik a Matrix. A Matrix akkor is tetszik, ha nem tetszik. Nem bajom, hogy ez van. Ez van. De fogadjunk, az összes Ryan Gosling filmet szereted. Félek ugye most az egyik testvért csinálja, és belemagyarázták, hogy a Matrix a transz nemiségről szól. Mindent belemagyaráznak, mindenbe szóval. Amúgy szerintem semmi baj nem lenne, ha nem akarnának szó szerint az emberek értelmezni a Bibliát. Káin is ebből klasszikus példája annak, hogy mi volt a központi direktíva az ember fenntartására. Mezőgazdaság, vies állattenyészet. Amúgy igen. Ryan Gosling minnyagok. Nem, nem tetszett a Matrix, benne élünk. Eddig elengedtem, de a geci, túl megy minden határon. Na, minyon, viselkedj. Gyűrűk maraton szoktam tartani. Ez a, minden évben tartunk egy gyűrűkörö maraton. És a repeta? És a második maraton? Ábel <laughs> az állat, te nyisztőkáj, a mezőgazdász. Ja, ja. ja. Most nézd meg ezt az emót, hát engem nem zavar, minyom. Elfelejtem, amint kikapcsolom a streamet. Igazából így ülök a zuhany alatt. Ne, ne, miért? Másik félelmem hogy amikor ezek mentek, a technológiai ébredezett, ha azt veszük most meg, mert az a korszak van. Ö, ja. Mi Star Wars maraton, de akkor, amikor minden, ami Star Wars film. oké, okay. a minden, ami Star Wars film, az az 1-től 6-ig plusz a, a rúzs van. Amit nem tudok kimondani, hogy mondják, de plusz az. Ez minden, ami Star Wars. Meg még esetleg a rúg van. Tök mindegy. Rúzs. Mulé rúg úgyhogy ennyi. A zsivány egyes, és ennyi az minden, ami Star Wars. Esetleg még a mesék jöhetnek, de így ennyi. <laughs> jól van, na, jól van, na. Lipstick van, azaz, a lipstick van. <laughs> a molen rúzs. Meg most Iván egyes nagyon nem jött át. Szerintem zseniálisan megcsinálták, viszonyúan beleillett, nagyon tetszett, hogy lezárták. Köszi, Dana. nekem is van ötvenes végkönyvem. <laughs> Valaki kimondta, nekem is ezek az igazi Star Warsok. -ok. Igen, és ennyi. Az volt, az hogy Az elejétől a végéig tökéletesen megkreált Star Wars film volt a Zsivány 1-es. Egyszerűen zseniális volt a kivitelezés. tetszett, hogy volt eleje, lezárták a végét, úgy, hogy ne lehessen tovább menni az által azon a vonalon, annyira tetszett, hogy az egy lezárt film volt, annak ellenére, hogy tökéletesen beleillett a filmbe, és mindig is egy olyan téma volt a filmeken belül, ami még érdekelte is az embereket. Szóval, ja, utáni fogtok ezért, de a szóló volt a legjobb új film. Jó, az újak közül, már az úzsban, rógban, az az újak közé tartozik? Mondjuk a One-nak tudtuk, mi lesz a vége, csak hogyan? Na ott húztak nagyot, zseni volt, zseni volt az új. Akkor egyértelműen a rúzsos a legjobb, a lipstick van a legjobb. Ö, sokan a szóló filmet egyébként azt mondják, hogy letagadhatná a Star Wars univerzum. <laughs> Lényegében az egy picsogás volt egyébként. De teljesen illett a karakterhez, szóval én, én, szerettem azt a filmet is, de akkor is a Rogue One az mint hiába, mert a Mandalorian mellett az összes SV -e. A Mandalorian, bocsánat, Riakó, de olyan, mint egy szarfám, pos. fos. Bátor a gyáva kutya kalandjai. <laughs> Azért, mert megnézitek, a mandalorian egy vagy két színész jó mindig. Egy epizódban egy vagy két színész jó. Semmi több az összes többi színész olyan, mintha ott állt volna a, a stúdió előtt, és Léci, Léci, hadd szerepeljek, én akarok szerepelni! És így, jó, gyere, na gyere, gyere, baszd meg, szerepeljél, geci! És így ennyi. End of színészi játék. Nem azt mondom, hogy szar a csak olyan, mintha egy fanvéd film, vagy fanvéd sorozat lenne. Ennyit mondtam. A színészt is nagyon kedvelem egyébként. A színészt is nagyon kedvelem. Ó, én szeretem az Alien filmeket, imádom Giger munkásságát. By utána az SV szériát nem jött át egyáltalán. Szerintem azon is baj, hogyha nem jön át. Csak azt mondom, hogy a Mandalorianben nem történik semmi, ami előre vinné a történetet nagyon. Sok részt kell vár, vár várnunk, hogy valami történjen. És nyilván amúgy nekem ez a, a baby Yoda, mint hype téma, nekem ez egy kicsit ilyen... me. Azért, mert alapból olyan vagyok, hogyha nem szeretsz valamit, akkor akkor se szeresd, amikor valami cuki dolgot raknak bele. Szóval ez a full <laughs> és És ezért nekem... Hogy egy ennyire hype faktor, nyilván azért rakják be ezeket a hype faktorokat, hogy minél több emberhez eljusson, minél több ember nézze, de amikor belerakják a filmekbe ezeket a hype faktorokat, akkor a, azoknak a rajongóknak, ö, akik alapvetően szeretik a franchise-t, annak így, így, így mintha nem tudom, mintha megpróbálnak lenyomni a torkukon egy, egy lámpaoszlopot. Szóval nem tudom. Sok a filler. <laughs> Történet nagyon lassú, igen. Őrvesztel mikor és mitől cuki? Aha. Ja. Szia, Linda! Én a odom miatt hype voltam, hanem mandó, nagyon menő. Ez tény. Mandó nagyon menő. Hát a Disney. A Disneynek muszáj valami cukiságfaktort belerakni a dologban. Szóval ennyi. Szóval Alien. Én hatalmas rajongója vagyok Giger munkásságának. Imádom Gigernek a világát. Nagyon-nagyon sokan lopnak Gigertől. Most már ezért is ki vagyok figurázva egyébként, amikor mondom, hogy full Giger kopi. Ja, ja, Giger! Aztán nem jut eszébe, aki kifiguráz, hogy mi a neve Gigernek. <laughs> szóval, na mindegy, én hatalmas Giger fan vagyok. Ö, zseniális, zseniális a világképe. És egyébként azt tudtátok, hogy az Alien az alapvetően Gigernek az artworkjai miatt született meg maga a film. Úgyhogy, ilyen, yeah. imádom. Ja, a Földön nem él ilyen. Egyet érteni tudok, eső a kedvenc franchise-om gyerekkorom óta, de a Grogu körüli hype-tól tikkelt a szemem. Nekem is. <laughs> Nekem is. Jó, mondjuk tény, hogy én nagyobb fan vagyok, mint, mint Star Wars. Szóval nekem mindig is a Lord of the Rings volt ez a, 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 vará, a varázslatos iskolabuszom. <laughs> Úgymond. Meg van a könyv, hogy benne vannak az artwork is, az éleszül, hogy annyira csodálatos az a könyv, nekem nincs meg, de volt szerencsém lapozgatni. Volt szerencsém az egészet végignézni. Úristen, az a könyv. Ah, zseni, imádom. Nagyon-nagyon jó. Úgyhogy, ja, Frodo egy x wing berepülne a végzett hegyébe, Akor, akkor, már nem, nem, a gépek városába? Frodo egy x berepül a gépek városába? Nem így akartad mondani? Lothra mindig jobb volt, mint az SV, csak az SV univerzumot tudták bővíteni, mert nem hagyaték volt. Meg azért is, mert egy sokkal modernebb dolog az. Az az igazság, hogy minél jobban modernizálódik a világ, annál jobban. Ö, sokan futurisztikusak, jobban szeretik a futurisztikus dolgokat. Sokkal közelebb áll hozzánk az, hogy a jövőbe tekintsünk, ö, technológiailag, mint hogy a múltnak a dolgait élvezzük, úgymond. Oké, okay, hogy sokan szeretik a történelmet, és sokan szeretik a medieval korszakot, és, de a fantasy az mindig is egy kisebb ö, bázis lesz, mint a futurisztikus fantasy. Úgyhogy ez inkább azért. A Lotharhoz szerencsére nem mer senki hozzányúlni, és nem adják el a jogokat, hogy hozzányúlhassanak. Szóval Peter Jackson tökéletesen... Ő a rendezője, ugye? Peter Jackson tökéletesen már csinálta azt, hogy hogy az egy kerek dolog legyen. Nem igazán hagynak ö, lezáratlanul részeket. Én az egyetlen Star Wars sorozat, amiről várok, és ha az jó lesz, akkor, a, akkor az ultimate kedvenc sorozaton lesz, az az obi sorozat. Even McGregorral. Egy fantasyban senki nem követi, követeli az ork anatómiát, <laughs> Obi-Wan, Eve McGregor, mm, gyere! <laughs> szóval az Eve megregorost várom. Igen, a sorozat, igen! <laughs> Harry Potter könyvek és filmek szerelmese vagyok a mai napig, pedig megvolt az esvét gyűrűk ura minden. Én nem szeretem a Harry Pottert annyira. Szóval az első részek jók, aztán nekem, nekem, a legnagyobb Harry Potter kiábrándulási momentumom az volt, amikor megtudtam, hogy Harry Potter a varázsdú teljesen más könyvből lopták. Egy az egyben. Melyik szereplő volt egy másik könyvben is. Egy az egyben átemelték onnan. A kis Harry Pottert a varázsdót járva. És így VTF? Ő se gondolta volna, hogy ennyire menő lesz és írás. Hogyha a WoW a választásod a Lotró helyett. Ö, a World of Warcraft vagy ismerősöm vidbe, megmondom őszintén. És. És egyszerűen imádtam a világát. Az is igazából egy medieval fantasy, vagy ha azt nézzük. Ott sokkal nagyobb a tér, időben is, meg az egész galaxis elrendelkezésre, bármit is ki lehet találni. A csak egy kontinensed van. Nem, nem csak egy kontinensed van a Lotörben le vannak szarva a varázs, a kék mágus. Te ki, ki, ne akarna hallani a kékmágusokról? mágusokról? Én akarok, ki a faszom a kékmágus, és mi a faszomat tud, hogyha Gandalf ennyire erős fehérmágusként? mágusként. Mutassatok már nekem meg, hogy hol vannak a kékmágusok. mágusok. Mutassátok már meg, hogy hova mennek az elfek. Elhajóznak. Hmm. <tosz> Szóval igazából a lotterben is nagyon-nagyon sok dolog van, és nekem azért tetszik jobban, utazás témailag, ugye azt mondod, hogy nem elég nagy, hogy igazából bármekkora tered is van valamilyen ö, film vagy könyv által, azt végteleníteni lehet abban a térben. Azt végteleníteni lehet. Szóval, szóval szerintem egy ö, filmes univerzum, legyen az legyen az egy egész univerzum ténylegesen, vagy csak egy darab föld minden, minden aspektusában. Ha valaki elég kreatív, akkor végteleníteni lehet azt a méretet. Régen minden jobb volt? Nem, egyáltalán nem. Nem szívesen lennék. Nem szívesen lennék. Tetves! Nem akarok megszabadulni az angol Buditól. Szóval az angol vécé a legnagyobb találmány a világon. Ki a faszom ne akarna angol WC-t használni? Már nem azért. Jó kis Pest is, az spanyolnátha. ha... Most tényleg zongorázzak? Szavasz aki? Hmm. Trudet. Az angol WC és a matrac. Az, az egy nagyon jó dolog. Várjatok. Ne nézzétek a macinacimat. Valami ami Semmi baj, tele vagyok szeméttel. Beszed, te ú! <laughs> Fejembe lát? Mi a bajod a macinacimmal? Jaj! Na nézzük. Már csak egy kábelt kell szereznem. Kábel! Gyere elő, hol bujkálsz? Kábel! Istenem, ki kell venni ezeket a zongorázásokat. De összeszedem a dolgokat hozzá, addigra letelik a stream. Csak már Hát kéne üzemelnem itt a dolgokat, hogy minden is beleférjön. Kösz, Mignon! Kösz! Lol! Szia, Megsza! Öh, megetetnélek, Megsza! Hogy ide szokj! hol a füzetem? Füzet nélkül nem vágom. baj, ott. Oké, okay, megtaláltam, semmi gond. Még több macinaci? Szia, Martin! Várjatok, el kell indítani a dolgokat. Then we're to sure a mess. That's sure. Not you, look at me, you. Look at Vincent. Now make better. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. Then I pushed down, bang bang. My baby shut me down. Seasons came and changed the tide. When I grew up, I caught him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play, bang bang." I shot you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. I used to shoot you down. Music played and people sang, just for me. The church bells rang. Now he's gone. I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't even take the time to lie. Ez volt, kipróbáltam, hogy működik-e a zombora. Vagy újra kell indítanom a dolgokat. Gond. Azért, mert nem hallom amúgy. Mert kint vagytok hangfalon, és azért tök halkra van állítva. Várjátok, újra kezdem fejhallgatóval. Köszönöm, köszönöm rózsákat, a rózsákat az öltözőn meg gratulációt most is elfogadom! <sor> te. Ki ez a lány? Na, ki tudja, ki tudja. <tip> Ez a House Moving castle volt az a néje. Na jó, még kaptak egy Naruto sadness szórót, és akkor, és akkor megyek, jó? És akkor vége a reggeli streamnek. és rontottam, mert második felét játszottam. akkor délután találkozunk, addig legyetek jók. Szépek, szobatiszták, csak ha akartok teljesen teljesen választható ez ilyen fakultatív. Na, találkozunk délután, sziasztok, Pápás!